Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, és ahogy azt már a híradóban hallhatták, láthatták, lezajlott az első kvázi teszttábor az ABA Innovárban, a Digitális Élményközpontban. A tapasztalatokról beszélgetünk Laufer Tamással, a központ vezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy újra ismét meghívtak. Nos, hát ugye annak idején, amikor itt néhány héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy szeptemberben indul majd a Digitális Élményközpont kvázi üzemszerűen, de addig is lesznek majd különböző programok, amikkel végül is tesztelni lehet majd a jövőbeni működést, meg hogy egyáltalában a gyerekek hogy fogadják ezt a dolgot. És hát túl vagyunk az első héten, az első kis csapat éppen a mai napon végzett. Mik voltak a tapasztalatok, Tamás? Hát... Én azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon örülök, meg nagyon jó. Tehát jobban sikerült, én azt gondolom, mert azért itt volt lámpaláz benne. Tehát ezért is pilót, ezért is ilyen próbatábor, mert össze kell állítani ezt az egészet. És a puding próbája az evés, azt gondolom az első puding így elfogyott, és közösen ettük meg, tehát nem a gyerekek ettek meg bennünket, és mi se a gyerekeket, sőt a szülők se ettek meg bennünket, mert amikor eljöttem a záró programról, ahol a szülők látták, hogy a gyerekeik mit csináltak az első hét, vagy ezen a héten, azt vehették észre, hogy a gyerekek nem akarják elhagyni a tábort. Tehát ők nem akarják átadni a helyüket, tehát ők folyamatosan folytatnák, vinnék azt tovább, amit ez alatt a hét alatt, minden nap ugyan mást és mást, játékosan, de tanulva mentek előre, és azt gondolom, hogy 20 gyerekkel már arrébb vagyunk, tehát 20 gyerek már megtapasztalta, hogy mit jelent ez a játékos tanulás, mit jelent az, hogy digitális technológiákkal megismerkedni, amiről itt többször ebben a stúdióban is beszélgettünk már. Hát csak ennyi. Én azt gondolom, az arcomra is rá van írva valamennyire, hogy olyan jó eső, amikor az ember valamit megálmodik, és közösen elkezdünk dolgozni rajta, de igazából akkor igazi pozitív érzés fogja el, amikor ez az egész úgy működik. És működik, de ez még csak nagyon-nagyon a kezdet. Tehát ezeket a tapasztalatokat össze kell gyűjteni, és akkor még jobbá gyúrni ezt az egészet, hogy ez hasznosítható legyen az összes gyerek számára, illetve az összes fiatal, illetve a teljes lakosság számára a városban. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy akkor a gyerekek voltak az első szerencsés 20 fehérvári gyerek, aki megtapasztalhatta mindazt, ami majd a jövőben a többiekre is vár. Én nagyon remélem, hogy igen. Én ezt is mondtam, amikor egy köszöntő vagy záró beszédféleség volt ott a szülőknek, hogy ez a tábor, ez egy 5 napos olyan ízelítő volt a modern oktatásból, amiben azokat a képességeket tudják majd fejleszteni, amivel a munkaerőpiacon, meg otthon és a családban is minden reményeink szerint sikeresebben meg tudják állni a helyüket. És csak mosolygó fejeket, tehát csak smiley-kat lehetett látni. Elmondták a szülők szinte külön-külön, hogy nem lehetett otthon leállítani a gyerekeket. Tehát folyamatosan beszéltek a programról, és ugyanazt akarták csinálni. Persze sajnos nem voltak meg azok a technológiák, eszközök, lehetőségek, de ugyanakkor a fejük az tovább mozgott, és ennek ez a lényege. Tehát a kreativitás, a gondolatok azok most már benne vannak a fiatalok fejébe, és visszajöhetnek ők szakkörre. De a még fontosabb lenne az, hogy a más gyerekekkel megosztani ezeket az élményeket, az iskolák belekapcsolódjanak ezekbe a programokba, és akkor előbb-utóbb oda fogunk érni, hogy sikeresebbek leszünk, legalábbis itt Fehérváron. A nézők láthatnak már egy kis ízelítőt, mert hát azt elárulhatjuk azt a kulisszatitkot, hogy a természetesen a Fehérvár Televízió is azért folyamatosan nyomon követte itt a tábori életet, és készítettünk szinte mindenféle foglalkozásról felvételeket. Hát például ezen szerintem jól látszik az, hogy igen, digitalizáció, új technológia, de mégiscsak az a közösségi lét megmarad, nem? Tehát a közösségi programok. Igen, hát éppen itt a képen látszik is, hogy mennyi mindent lehet csinálni, csak egy ilyen virtuális térbe, és erről már beszéltem korábban is, hogy a digitalizáció
egy közösségben az nem szétválasztott, csak valahogy az emberek így gondolnak rá, mert tényleg mindenkinek van, vagy a legtöbb embernek van, legtöbb gyereknek van okostelefonja, és csak azzal foglalkozik, de valójában egy igazi összetartó, egy igazi csapat kovácsoló lehetőség, és bár ezek a dolgok úgy tűnnek, például amit most is látunk, ez a virtuális gyurmázás, ahogy szoktam nevezni, hogy ez egy játék. De valójában ez nem, ez egy kreativitás, ez egy alkotás, és az alkotás az élményt ad, egyből kritikát is kap az alkotó, hogy ezt mások ezt hogyan gondolják, esetleg ők javítanak rajta, vagy hozzáadnak, és akkor a végén a virtuális termékből lesz egy fizikai termék, amikor mondjuk egy 3D-s nyomtatóval azt az alkotást én ki is nyomtatom. És ez így kell gondolniuk, vagy így kell gondolkozniuk sok mindennel kapcsolatban a jövendővel. Ugye azt is láthatjuk itt a gyerekek arcán, hogy tényleg valóban abszolút élvezték ennek a tábornak szinte minden pillanatát, sőt, hát az operatőr kollégáink sem szívesen jöttek vissza. Egyébként volt, aki nagyon szerette volna, hogyha ő is ott maradhatna és kipróbálhatná a dolgokat. Milyen korosztály vett részt a táborban? Mert azért itt láttunk fiatalabbakat, és azt hiszem, hogy azért nagyobb bacska gyerekeket is. Hát ez pontosan így van, én is ezt látom, meg azt is láttam, meg ezt is tapasztaltam. Valójában az 5-8. Osztályt kerestük meg, vagy ezt a korosztályt, tehát a 10-14, 10-15, tehát attól függ ki, tehát nem korra volt, hanem inkább az, hogy aki 5-ben megy, illetve 8-as volt, tehát azok befértek ebbe a csapatba is. Ezért valóban akár 40-50 centi különbség is lehet a két fiatal között, és egyébként megjegyzem, hogy ez nyilvánvalóan ez egy kihívás is lehetett volna, de pont az a technika, ugye eleve több pedagógus volt ott, és a projektbe való dolgozás megadta azt a lehetőséget, hogy a képzettebb csoportok azok más feladattal foglalkozhattak, illetve több dolgot kellett megoldaniuk egy adott időszak alatt, mint a kevésbé képzetteknek, és mondjuk, hogyha volt egy ilyen feladat, az egyik napnak az volt a fő feladat, hogy egy királylány ki kellett szabadítani egy várból, és akkor egy ilyen Lego robot indult el, és a labirintuson keresztül valahogy oda kellett érni, és akkor kiszabadította. Ez tulajdonképpen egy egyszerűbb eszköz, míg azok a fiúk, akik már ilyen tapasztalt Lego harcosok voltak, azok pedig, és már jobban tudtak programozni, azok a Lego asztalon egy speciális pályát építhettek maguknak, és akkor ott mindenféle trükköket csinált ez a Lego robot, és ők pedig úgy érhették el azt a sikert, hogy saját maguknak egy komolyabb feladatot adtak, és ugyanúgy tanulhattak. Tehát mindenki tanulhatott, és mindenki valamennyivel többet távozhatott. De egyébként azt hozzá kell tennem, hogy ilyen nem volt, hogy mindenki mindent tud. Tehát volt olyan, aki azt érezte, hogy ő mindent tud, és ugyanakkor neki is azt kellett megtapasztalnia, hogy bizony voltak olyan területek, ahol meg ő tanulhatott másoktól, és ez is egy előnye ennek a hát, hogy így mondjam, a csapatmunkának, vagy a csapatba tanításnak. Annyit beszéltünk már a gyerekekről, hogy mi is megkérdeztük az egyik résztvevőt, az egyik első táborozó között lévő fiatalembert, hogy hogy érezte magát Bendegúz. Hát most hallgassuk meg együtt, hogy szerintem milyen volt a tábor. Táborba úgy kerültem, hogy az informatika tanárom ajánlotta, hogy jöjjek ebbe a táborba. Azért ajánlotta, mert látta, hogy nagyon ügyes vagyok az informatika órákon is, sokat ügyeskedek, és hát meg ugye ez egy ajándék úgymond a diákoknak, hogy eljöhetnek ide. Amit készhez kaptunk, azok az alkatrészek voltak, azokból garázdálkodhattunk, és az első feladatunk az volt, hogy egy olyan robotot építsünk, ami a pályán megfelelően tud megfelelni, és a többit már hát elmagyarázta nekünk az oktató, hogy hogyan kell ezeket a programokat megírni, de már ezelőtt is voltak olyan programaink, amit hát ilyen módon csináltunk, hogy ezt a színérzékelőt használtuk hozzá. Ezeket kaptuk készhez, és ezekkel kellett dolgoznunk. Na, most a bajnokság fél idejénél tartunk, egész jól álltok, de nem vagytok elsők. Azt hiszem, hogy igen, hát lehet, hogy a programon még egy kicsit lehet állítani, most ha megnézzük, akkor páran még állítanak a programokon. Amin még egy kicsit javítani kell ennél a robotnál, hogy
ha meglát valamit, akkor alapból elkezd támadni, és az a motorod beakad, és folyamatosan nyomja le ezt a lapátot. Ezen talán még állítanunk kéne, de szerintem a többivel rendben vagyunk, mert nagyon jól felelt a pályán. Voltak kimért küzdelmek, és voltak, amin még lehetett izgulni. Amit nagyon jól állítottunk be, szerintem a színérzékelő, mert nagyon jól érzékeli a színeket. Azt itt kísérleteztük, hogy először a laptopra, majd az asztalra raktuk rá, hogy hogyan látja a színeket, és akkor ott tudtuk nézni, mert egy számláló mutatja, hogyha 20 fölött van, akkor meg ha 20 alatt van, akkor milyen szín. Nos, hát azt hiszem, hogy Bendegúz nagyon sok érdekességet elárult, és hát azt hiszem, hogy nem szégyen, hogyha azt mondom, hogy amikor kint voltunk, akkor nagyon sok mindenki beszélt a gyerekek közül nagyon sok érdekes dologról, aminek nem biztos, hogy a felénél több részét értettük. Mi ott a kolléganővel össze is néztünk, hogy azért voltak olyan dolgok, amikről hát elképzelésünk sem volt, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy csinálni kell egy felnőtt tábort is. Ezek szerint. És hát voltak lányok is. Hajjaj, nagyon örültünk neki, és igazán cserfesek, meg ilyen vidámak voltak, tehát egy külön szint vittek, azt gondolom ebbe az egészbe, és azt kell mondanom, hogy rendkívül szorgalmasak voltak, tehát soha nem volt az, hogy ők hogy mondjam, megunták volna, és akkor nem akartak foglalkozni. Megint csak az, hogy a különböző területek különbözőképpen motiválták a srácokat, lányokat, srácokat, de nem lehet azt mondani, hogy unták volna egy másodpercre a dolgot, és még jó, hogy így eszembe jutott, vagy eszembe jutódott ez a lányok, mert van egy ilyen kötelességem, amit megígértem nekik pont ebéd közben, hogy bár ez így most nem a legszerencsésebb, hogy így mutatom egy telefonon keresztül a kamerának, de lehet, hogy valami látszik belőle, mert megígértem nekik, hogy valahogy megmutatom a képüket a kamerának, és akkor így lehetőségük lesz még. Nézőknek is megismerni közelebbről a... Nos, hát azt hiszem, hogy ők ilyen meghatározó trió voltak. Valójában volt egy négyedik tag, aki már itt bement, de lányok, betartottam az ígéret. Remélem nézitek. Egyébként nem is olyan régen olvastam pont egy kis írást arról, hogy fontos is, hogy például a lányok számára is vonzóvá tegyék mind az informatikát, mind egyáltalában a programozási ismereteket, hiszen kevés nő van ezen a szakterületen. Nagyon érdekes ez a dolog, mert különböző, mondjuk azt, hogy különböző kutatások, felmérések vannak ezen a területen, hogy kik azok, akik ilyen műszaki pályák, vagy akár informatikai pályák felé elmennek. Az biztos, hogy a szülőknek a többsége ma úgy véli, hogy az informatika az biztos az egyik kifizetődőbb pálya. Amiket néznek itt az, hogy biztos pálya legyen, tehát hogy könnyű legyen elhelyezkedni, és jó fizetés is legyen. És ezt a szülők már felismerték. De van egy másik dolog is, hogy a szülők mennyire befolyásolják a gyerekük pályafálasztását, és a szülők, és azt kell mondanom, hogy én is, mint szülő, nagyon óvatos vagyok, vagy óvatos is voltam a két nagyobbik lányommal kapcsolatban korábban, hogy direktben nem mondunk meg dolgokat, hanem azt mondjuk, hogy legyen az a mi gyerekünk, ami szeretne lenni. Illetve ha befolyásoljuk, akkor azt mondjuk, én azt szeretném, hogy te azt csináld, amit legjobban szeretnél. És a szülőknek egy része még azt is mondja, nem is kis része, hogy ha tovább tanulsz, akkor úgy tanuljál tovább, hogy lehetőleg ne költségtérítés legyen. Tehát tulajdonképpen egy olyan feltételt szabnak, hogy azt csinálsz, amit akarsz, fiam, lányom, de nekem ne kelljen túl sokat fizetni, már értem, mert már én így is sokat fizettem. Ez nem elég. Nem elég. Tehát személyes példák, példaképek, motiválni kell, együtt kell élni a gyerekkel. Ma a közoktatás, én azt gondolom, erről már korábban is volt szó, nem teljesen tudja felkészíteni a gyerekeket a helyes pályaválasztásra, és ennek az intézménynek, amit mi létrehoztunk, talán ez az egyik legfontosabb feladata, amellett, hogy nyilván vannak más ismeretterjesztő feladata is, és azt kell mondanom, hogy a nagyvárosban lakó szülők, illetve a felső fokú végzettsége rendelkezőknek nagyobb arányba jelentkeznek informatikus pályára a gyerekei, mert egyébként ebbe a két kategóriába nem tartozok. Ők úgy érzik, hogy az informatika az valami olyan speciális terület, ami mintha arra születni kellene, egy túl bonyolult, túl
sokat kell ehhez az egészhez tanulni, vagy egyszerűen azt mondják, hogy az nem is annyira jó terület az egész informatika. És itt van nagyon fontos feladat még, hogy fel kell arra hívni a figyelmet, mindenkinek a figyelmét, hogy ha meg akar élni a gyerek, és jól akar élni, akkor bizony foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de még egyszer, ez a tábor nem kimondottan az informatikáról szól, hanem egyfajta ilyen digitalizációról, aminek a része a programozás is. Meg kell érteni az, hogyha egy feladatot elvégzünk, akkor a digitalizációs technológiákat hogyan tudjuk optimalizálni, hogy még sikeresebbek legyünk annak a feladatnak az elvégzésébe, de a hangsúly magán a feladaton van. Tehát, hogyha én egy statisztikus vagyok, akkor nekem elsősorban az algoritmusokat kell kitalálni, és másodszorban az a feladat, hogy utána adott esetben le kell tudnom programozni, vagy programoztatnom azt az egész dolgot, és a programozásra adott esetben sokkal kevesebb idő telik el, mint magára az algoritmusokra. Tehát én ugye majdnem minden alkalmat, és most ezt az alkalmat megint csak megragadom azért, hogy megszólítsam a szülőket, megszólítsam a lakosságot, és természetesen mindenkit, hogy érezze ezt a saját feladatának és a saját kihívásának is, hogy ő neki saját magának el kell fogadnia azt, hogy ebbe egy olyan korba élünk, ahol a digitalizáció az egy elemi fontosságú feladat. Mindenkinek ezt valamilyen szinten meg kell tanulnia, és azzal, hogy nem tanulunk meg, tehát strucspolitikát folytatunk, azon nem fogunk előbbre menni, hanem fontos éveket elveszítünk. Tehát a gyerekeinket engedni kell, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy nem is akarják engedni, akár hasonló táborokba is, mert félnek attól, hogy Facebook, meg egyéb olyan dolgok közelébe kerül, aminek lehetnek negatív részei, és így igyekszik megvédeni a gyereket. De ebben a nagy igyekezetében gyakorlatilag inkább a lehetőségeket veszi el, a jövőbeli lehetőséget veszi el a saját gyerekétől. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen intézmény, amit mi létrehoztunk, ezek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy valahogy a jövőt vagy a jelent közelebb hozzuk, illetve annak a lehetőségeit közelebb hozzuk magunkhoz. Innen folytatjuk hamarosan. A táborba bekukkantott Cserpakovics András polgármester is, lássuk, hogy ő mit gondolt erről. Lássuk. Egyszerre kicsit szórakozás és abszolút tanulás. Azt gondolom, hogy ez jól össze is foglalja az Albai Novárnak, mind ötletnek és a helynek a jelentőségét. És azt, amitől azt gondolom, hogy amikor itt előbb megkérdeztem, hogy jó volt a tábor, akkor azt mondták, hogy igen. És megkérdeztem, hogy jó lenne ez, ha ez lenne az iskola, akkor erre is egyértelműen az volt a válasz, hogy igen. Nyilván ettől még egy kicsit messze vagyunk, de attól már nem lehetünk messze, mert hogy itt van ez a technológia az életünkben, hogy ezt bevigyük az ő tanulási folyamataikba, hogy ők ezzel megismerkedjenek, alkossanak vele, hiszen ők ebben nőnek föl, ez lesz az ő életük, bárhova sodorja őket, bármilyen szakmájuk lesz, ezt a digitalizáció nélkül, a digitális technológia nélkül már nem fognak tudni boldogulni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak Magyarországon elsőként itt van Fehérváron ilyen hely, hanem meggyőződésem szerint, hogy az európai összevetésben is a legelsők között van, és az a 20 diák, aki ezt most egy demóprogram és tábor keretében kipróbálta, pedig elmondhatja majd egyszer a gyermekeinek, unokáinak, hogy ők voltak az első diákok, akik itt egy hetet eltöltöttek, hogy jönnek most ezek a demótáborok, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a helyet és nyilván az itt dolgozó szakembereket is fel lehessen készíteni arra, hogy amikor szeptembertől indul már a tantervi nagyüzem, akkor már kipróbált eszközök, kipróbált program keretében kerüljenek bemutatásra, de itt szerintem ez a pár perc is egyértelműen bizonyította, és ezeknek a fiataloknak az öröme mosolya, hogy szükség volt ennek a helynek a létrehozására, arról nem is beszélve, hogy most már van alba tallérunk is. Itt nyomtak, készítették, programozták, nyomtatták a diákok. Nos, tehát van alba tallérunk is. Abszolút, nekem is polgármester úrnak. Nagyon sok kreatív dolgot tapasztalhattak és tudhattak meg a gyerekek, és hát én gondolom, hogy a foglalkozást tartó pedagógus, informatikus, egyéb szakember kollégák is. Beszéltek már erről az első benyomásokról? Minden nap van egy ilyen összesítés, tehát mit tanultunk, és hogyan, mit kell másképpen csinálni. Tulajdonképpen ezért is van szükség a 4 táborra, hogy ez egy fajta ilyen pilottábor. Úgy éreztük, hogy türelmet is kell kérni, azért, mert
annyi minden lehetőség van, amit csinálunk, és egy kicsit szeretnénk, hadd mondjam így, bár tudom, hogy ez egy kicsit olyan innováció vagy kreativitás ellenes, de hogy standardizálni, tehát kiszámíthatóbbá tenni. Tehát tényleg azt szeretnénk, hogy minél többet megismerjenek egy program keretében a gyerekek, és valójában a négy tábor az arra lesz jó, hogy belőjük azt az anyagot, azt a szakmai tartalmat, hogy mit lehet majd 5 és fél óra alatt átadni a gyerekeknek, amikor szeptembertől beindul az iskola. És ezért a pedagógusoknak is folyamatosan tanulni kell, és tulajdonképpen nem lesz két azonos tábor, tehát egy kicsit változni fog a tartalom, hogy az is a másik tartalom, tehát hogy az is le legyen tesztelve, hogy az hogyan lehet optimálisan csinálni, a gyerekek hogy reagálnak rá. Nagyon érdekes, hogy voltak olyan ugye ilyen csúcs technológiaink, ami, tehát például ott van a Vice Floor, tehát az mindenki eszi, tehát az a mindenki játszani szeret azzal a virtuális térrel, ami levetítve van. Én azt hittem, hogy a másikat is, a Leopoli, hogy az mindenki, tehát ez a virtuális gyurma, hogy ez mindenki, hogy mondjam, ugyanúgy rájunk érte, hiszen az elvarázsol az a világ, amiben az ember bekerül. És akkor mellette van egy másik olyan eszköz, azt hívják ilyen spoolnak, tehát a lényeg az, hogy egy olyan eszköz, egy olyan számítógép, ami az ember a saját kezével, de szemüveg nélkül a saját kezével tud manipulálni, valamit alkotni, és akkor közben itt is látja, meg ott is látja, tehát így több dimenziót tud kezelni kétségbe gyakorlatilag. És azt kell mondanom, hogy az bizonyos szempontból nagyobb sikert aratott, illetve a másikon, amikor ezt a szoboralkotásos tanfolyamot csináltuk, akkor rájöttünk arra, hogy néhány gyerek, őt sokkal jobban érdekli az, hogy felfedez valamit, és volt olyan, hogy egy ilyen anatómiai múzeumba mentek be, és arra voltak kíváncsi, mondjuk, hogy az állatok a sejtjeik hogyan állnak össze, az izomrendszerük hogyan áll össze, a keringési rendszerük hogyan áll össze, a csontrendszerük, és akkor így építgettek állatokat, és azt nézték, és akkor így belebújtak szinte, és úgy szedték szét, és elemezték. Tehát azt azért látni, hogy mindenkit más érdekel, viszont ami ebben varázslatos, hogy egy helyen nem kell helyet váltani, és akkor hopp, ott vagyok. Tehát, és akkor innentől ezt csinálom, vagy onnantól ezt csinálom. Egyszerre csináltunk ott biológia órát, egyszerre csináltunk tulajdonképpen rajzismereti órát, de ugyanúgy a Google Earth-et is használtunk, és akkor belevarázsolottunk egy várba, vagy egy olyan természeti jelenséget vizsgáltunk meg, Niagara vizes, és stb., mintha ott benne lettünk volna, és akkor ott élvezhettük. Tehát ezeket az eszközöket nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek, illetve talán legfontosabb, vagy még fontosabb, a tanároknak meg kell ismerni, és meg kell barátkozni velük, hogy készségszinten ők is tudják ezt használni, mert egy dolog a technológiai rendelkezésre, a más pedig a készség az, hogy ő ezt tudja megfelelően ezeket a technológiákat használni. Aztán volt még egy érdekes dolog, ott ezt a helyszínen is bemutatták, hogy egy ilyen kvázi egy kicsi animációszerű kis történet állt össze, és hogy gyakorlatilag annak is komoly programozás volt a háttérében, hogyha én jól emlékszem. Hát igen, legalábbis komolynak tűnt tényleg az ember olyan, amikor ránéz valamire, tehát sok sor van benne, akkor... Igen. Nekem komolynak tűnő. De azért színes is volt, ugye? Igen. Mert hogy ott igen, olyan utasítások vannak, hogy meg van határozva, hogy az egyik típusú utasítás a sárga, a másik a zöld, amit írok bele, az piros, a harmadik, negyedik típusú az kék, stb. Tehát, hogy könnyű legyen megjegyezni, és könnyű legyen összeállítani ezeket a dolgokat. De valóban ez is egy példa volt arra, hogy játékosan próbálnak rávezetni arra, hogy mondjuk itt abban az esetben egy animációt hogyan lehet összeállítani, és hogyan lehet benne mozgatni a szereplőket, és igazából itt ilyen funkciók voltak, amik ismétlődtek, csak különböző szereplőkkel kellett azokat a funkciókat összekapcsolni, és onnantól már elég könnyű volt ezt az egészet programozni, mert hogyha én meghatároztam azt, hogy innen oda át akarok vinni valamit, és utána velem akarok valamilyen szerepet elmondatni, akkor onnantól már nagyon hasonló volt az A a B-hez, meg a C-hez, meg a D-hez, csak el kellett helyeznem azt a történetbe, és igazából megint csak visszavinném oda, hogy az egész a kreativitás, meg az algoritmusokba összeállítás. Ha valaki kitalálta a történetet, meg mit akar, akkor már aránylag egy egyszerű feladat lehet ezt az egészet egy történetben rendezni, akár még programozás segítségével is. Ez próbálta igazolni,
És ami nagyon fontosnak mondom, hogy itt a gyerekek itt 1-2 óra után csináltak ilyeneket. Tehát itt nem egy életműről van szó, hogy itt valaki egy évet dolgozott, hanem néhány órát tanulták, gyakorolták, és akkor ilyeneket tudtak csinálni. Tehát én azt gondolom, én nem nekem kell elmondanom, ezt nekik kell elmondani, de el is mondta ott a Bendegúz, hogy ezek úgy meg lehet csinálni. Ugye beszéltük, hogy egy hétig zajlott a tábor, és lesznek majd következő ilyen pilot táborok, vagy demótáborok. Ez folyamatában fog most az elkövetkező hetekben zajlani, vagy azért lesz közte egy kis szünet is? Egy lélegzetvétel lesz a tanároknak, de tehát most lesz jövő héten egy, utána lesz egy hét szünet, és akkor utána augusztus elején még lesz 2, és akkor onnantól már tényleg felkészülés lesz az iskolai szezonra, mert hát az egy nagyon komoly dolog lesz, terveink szerint 4000 gyereket fogunk fogadni, meg még lesznek, ahogy mondtam, délutáni szakkörök, esti ismeretterjesztő előadások, tehát azért az egy kemény év lesz a pedagógusoknak, még akkor is, hogy minden nap új és új arcokat látnak, és remélhetőleg csillogó szemű gyerekek jönnek, és még inkább csillog a szemük, és mosolyog a szájuk, amikor mennek. Illetve nem szívesen távoznak, gondolom én. Mi volt itt a tábor, az első táborozókkal a tapasztalat? Reggel megérkeztek, és délután? Pontosan ez volt, hogy hát ez a tipikus, hogy ha 8:30-ra kell jönni, és 9-kor kezdünk, akkor mindenki 9 óra előtt 5 perccel talán már megérkezik, vagy valaki néhányan még 9 óra után 1-2 perccel. Aztán a másnap már előbb jöttek. Hát ma reggel, amikor bementem az Innovárba, akkor 8:20 után gyakorlatilag már mindenki ott volt, tehát 8:20-ra, pedig 8:30-kor nyitott feléjük a ház, tehát mindenki előbb akart jönni, mert gondolta, hogy kihasználja azt az időt még, hogy akkor most ezzel a játékkal is próbál játszani, vagy akkor valamit, nem tudom. Tehát tulajdonképpen feltalálták magukat, de nagyon sokan csak úgy együtt voltak, és ott beszélgettek, és tapasztalatokat cseréltek. Úgyhogy ez azt gondolom jó fokmérője a dolognak, hogy a gyerekek hajtották a szülőket, hogy minél előbb vigye őket el a táborba, és azt kell mondanom, ez is szerintem egy pozitív, hogy amikor volt ez a táborzárás, hát akkor minden szék megtelt. Tehát ott volt minden gyereknek a szülője, és nagy érdeklődéssel hallgatta, és nézte azt, hogy mit is csinált a gyereke, amiről beszélt egész héten keresztül. Szeptembertől szerintem sok ilyenre számíthatnak. Én nagyon remélem. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, és hát az Alba Innovárral pedig biztosan, hogy fogunk még foglalkozni itt ebben a műsorban is. Viszontlátásra!